Sziasztok! Itt vagyunk Natasáékkal a Dunaparton. Nem tudom, mutatom-e őket, de persze! Itt vagyunk Natasáékkal a Dunaparton. Szevasztok! És iszunk. És napszok. Dehogy iszunk. Már 10 perce forraljuk. Na, és akkor már fölvettem, hogy mi van, azt most fogom bevágni, mert most a beköszönést veszem föl. Utólag, úgyhogy most akkor megtudjátok, hogy mi van, hogy már így már imáruntam az életemet, de tényleg. Azt mondja, ígyunk snapsot, ígyunk snapsot. Sose ízunk snapsot. Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Híres ember, első ezen a néven. Na, az van, hogy Natasáitól kaptunk ilyet, és már 10 perce égetik a piát. De mondom, mi a francnak? Kiderült, hogy azért, mert itt a hátulján van, hogy jaj, hogyha, ha jó, hát németül van, de 3 percig égeted, akkor 45%-os, ha 5 percig, akkor 42, és ha 10 percig, akkor 33. Már kb. Nem tudom, most már szerintem már 48%-os lett a pia. Úgyhogy ilyet kaptam Natasáéktól, most 3 iszom, a bébim nem iszik. Úgyhogy ez itt üres. De, és itt a lángja, nem tudom, mennyire látszik a lángja. Nem, fölgyújtod a telefont. Hát már olvad a izé. Nem, a tok. Na, úgyhogy ilyen snapsot kaptunk. Ezt úgy hívják, hogy snaps. Ez a snaps. És ez itt benne, ez elvileg cukor. Úgyhogy ezt meg le fogom bontani, az biztos. Neki látom, nyílt magam előtt ül a zíróasztalnál. Nekiállom csákány, de élőben fogom lebontani a cukrot. Mondjad, mit akarsz a mondani? A szájából tudsz most kiszedni, ott is kíváncsi. Ja, hogy aha. Aha, onnan van, na, majd kiszedem, akkor most nem a kozos kezemmel, de akkor abból inni fogok, vagy enni. Most hallod, ez már mióta? Nem lehet itt látni, hogy kb. Vagy stopperolja valaki? Nem. Tudjuk hány perceig? Nem. Nem is szoktunk sosem nézni. Akkor honnan tudod, hogy most mi van? Hogy meddig kell égetni? Igen, eddig mindig úgy csináltam. Ja, akkor jó, akkor jó. És úgy célszerű eloltani, hogy ráteszed vagy a gyufás dobozt. Igen, nem, megfújom azt, minden lángba borul. Mi azzal oltottuk be, ugye? Na, égős napszot csinálunk, gyerekek. És nem hoztál szalonnát, látod? Nem, én azon gondolkodtam, hogy ez már annyira unalmas, hogy én már hoztam volna egy szalonnát, és sütögettem volna a tűz fölött, hogy legyen valami haszna ennek a tűznek, mert én már nagyon unom. Vagy málva cukor, vagy mi annak a neve? De ha nem látszik, hogy... Ja, de látszik. Nem tudom, kamera mennyire adja vissza, hogy lángol, mert ha mögé teszünk valamit... Hát, ja, persze, forraljuk fel a sörödet. Ott, aha. Nem, izén, a... Öcsinél látszik. Az a neve, hogy öcsi. Amúgy az a nő sör volt. Ja, hát akkor. Az enyém volt. Én szeretem a meleg sört. Na ennyi. Ezt fel is töltöm akkor. No, az elején nem volt beköszönés, hogy sziasztok. Majd belevágod. Neked meddig tart? Az igaz, várj, akkor tudom, mit akkor csináljuk meg most. És hát, mivel oltod el? Gyufával. Hát, ha begyulladt. Nem lett forró a pohár? Várj vele azért, ezért kell csúrtult. Ez forró. Ez forró. Azért várj vele. Ajjaj. Annyira nem. Nem? Hamar kihűl. Na, úgyhogy most osztrák alkoholperceinket láttatok. Ki fogom tenni 18 éven felülieknek, vagy nem tudom. Hát ezért csak nem vág meg a YouTube. Nem, hát persze nem. Nem üveg pohárba hoztuk. Akkor robbanna, mi? Nem, annak leváltott tetej, így le tudtuk szedni. Na, az király. Nagyon kemény volt. Na, úgyhogy, ja, és ezt is kaptam hozzá, a fém poharakat, mert azt mondja a Natasa, hogy fém, ott meg egy madárszar. Az annyira szép, hogy a kébe bekomponálva egy madárszar. Természetlátó. Az. Megittuk kanalas orvosság. Ilyen forró és gyógynövényes ízű, tehát itt amikor annak idején a svéd cseppet ittam gyerekkoromban, dianászukorral, és kihagytam a napon nyáron, az megyében svéd cseppet dianált cukorral. És hát olyan volt. Ugye azt mondják, hogy a rövid italt beteszik mély hűtőbe, meg hűtött pohár, mi nem? Mi főforralja? Mi nem? Hidegen a gyengék iszák. Fú, de olyan fura. Tehát szerintem mondjuk ezt sokáig égettük, mert alkoholt foka úgy nem volt, vagy nem éreztem, vagy nem tudom. Ha nem égeted, akkor sem érzed, hogy mikor. Igen, tehát ez ilyen csalóka? Igen.
Főleg úgy, hogy most így lenyelted, és kezd egy kicsit édeskés is lenni. Aha, amúgy édes. Tehát az a durva, hogy édes. Nagyon fura. Tehát nagyon fura. Úgyhogy köszönöm szépen Natasáiknak, én nem is tudtam erről. Tehát találkoztam a Natasáikkal, és akkor mondta, hogy hoznak nekünk ajándékot, hoztak rengeteget, tehát egy, a hátizsákom tele van, ebbe csak izék vannak, ami tőlük... Párna is van benne, meg 5 kiló csoki, vagy 10 kiló csoki, rohadt nehéz, meg macskakaja, meg vegán gumicukor, meg minden. És akkor mondta, hogy meg a snaps. Mondtam, milyen snaps, vagy tudod? Azt mondja, azért adtam ezt a, ebbe fénypohár van, hogy a snapsot abba így ad. De mondom, milyen snapsról beszélsz? Mert én nem tudtam, én erről lemaradtam. Csak akkor mutatja, hogy kaptam ilyen öcsit. Nagyon durva. De kemény, tehát olyan fura és édes. Tehát az a durva, hogy tényleg olyan, mint egy ilyen, ugye, tehát ilyen orvosság íze van. Azért van rajta, hogy Krajter, az gyógynövény. Igen? Hegyi gyógynövény. Hegyi gyógynövény. Nagyon durva. Tehát tényleg ilyen... Kacsit rajta. Nem is tudom. Tehát fura. Én nem szeretem a rövidítalat egyáltalán nem hiszem. Jégerre haverok mindig, amikor nem tudom, így javarunk Jégert, meg egyszer az egyik hangmérnöknek az édesapjával, aki 70 éves és nagyon brutál bírt az alkoholt, ő vele egyszer ittam rumot, de az sem nagyon. Amúgy nem igazán vagyok rövidítalos, de ez tök fura. Jó. De érdekes. De jó. Ennyi. Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni. Most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál tett a megfelelni akarás. Csukom a szemem, tárom a kezem, indul a szaladás. Ma szabad eszek, nevet, kérek, mint egy kisgyerek. Hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kere.